Kamera forog. Tessék. Szevasztok, egy olyan eseményről szeretnék mesélni pár szót, ami eddig még nem volt, illetve ami mi még motorevőként nem vettünk részt, sőt, mi több, még privát emberként sem. Az köztudott, hogy van kettő darab amerikai motorgyártó, jelen pillanatban életben. Az egyik az, aminek a nevét most nem mondjuk ki, a másik pedig az Indián. Azért nem mondjuk ki az egyiknek a nevét, mert mindenki úgy képzeli, hogy ez a két brand valami véres harcban áll egymással. Ez nagyrészt annak a bizonyos motormárka és a nem tudom milyen Fiúk című filmnek köszönhető, azért a Fiúk nevét sem mondhatom ki, mert akkor is következtetni tudnátok arra a másik márkára. Ugyanis ez a film ennek a másik motorkerékpárgyártónak a szempontjából mutatja be a kettőjük párhuzamosan futó történetét, és ott természetesen az Indián az mindig egy ilyen gonosz ármánykodó, nem tudom milyen társaságnak tűnt, akár a versenyzőkről, akár a tulajdonosokról legyen szó. A lényeg az, hogy az Indián valamiben megelőzi ezt a másik motorgyártót, ugyanis 1901-ben Springfieldben jött létre a gyáruk, illetve azt hiszem jóval előbb, csak előtte még bicikliket, meg ilyesmiket gyártottak, 1901-ben talán akkor mutatták be az első kis motorkerékpárjukat. Aztán utána az Indiának meglehetősen zaklató sorsa volt, illetve úgy nézett, hogy tök jó megy a dolog egészen a második világháború végéig. Ott viszont a világháborúsban beszálltak ők is a hadsereg ellátásáért folyó harcba, azt hiszem kaptak is egy elég tisztességes szeretet, viszont azért, hogy a hadseregnek szóló szállításokat maradéktalanul teljesíteni tudják, ezért a kereskedő hálózatot, amely akkor egy egész széles körben működött már az Egyesült Államokban, elég meg a világon is, többek között Csehországban volt meglehetősen erős az Indián, pont letolták a kereskedőiket, és gyakorlatilag a polgári forgalmazást azt így hazavágták. Aminek aztán meg is lett a következménye, a világháború után nem sokkal bezárta a kapuit. Egész most 2010-es évek közepéig több kísérlet is született az újraélesztésére, ezek rövid idő után mind becsődöltek. Az a lényeg, hogy amikor a Polaris kezébe került, az egy tőkerős nagy cég, onnantól kezdve mondhatjuk úgy, hogy az Indián valóban masszívan újra lett élesztve, modellfejlesztés van, következetesen különböző szegmensekben jönnek elő a bringáik, és miért konkurensség kezdenek válni a másik amerikai márkának. Némi cinizmussal lehet azt mondani, hogy gyakorlatilag minden másik márkának megvan egy megfelelője az Indián termékpalettáján, de ezt most így ezt hagyjuk, ne gonoszkodjunk különösebben. Már csak azért sem, mert ennek a másik amerikai gyártó legnagyobb európai találkozóján például pár évvel ezelőtt azt lehetett látni, hogy kilométer hosszan az úton keresztbe Indián hirdetések voltak, tehát úgy néz ki, hogy akkor a probléma azért még sincs a két brand között. Na, Magyarországon is van most már évek óta Indián forgalmazás, bár túl sok jelen eddig nem volt, most úgy néz ki, hogy egy kicsit következetesebben kezdik el a brandet ápolni, olyannyira, hogy már velünk is fölvették a kapcsolatot. Túl, ugye pár évvel ezelőtt, ha olvastatok Reddit, láttátok, az FTR 1002-essel már mentünk, azt írtunk róla. Most viszont kaptam egy meghívást, két héttel ezelőtt volt Cseszke Bugyajovi címen, ez Csehország déli részén van, a Budweiser nevű sörről híres egyébként a település, meg a régió. Kaptunk ide meghívást, mert kiderült, hogy ott van egyesek szerint a világ, mások szerint pedig Európa legnagyobb indián találkozója, ami azért a másik brandtől elmarad, ez ilyen 3-4-5 ezer fős rendezvény volt, azt hiszem a csúcson. A Covid előtt kezdték nem sokkal, azt hiszem ez az idei volt talán a negyedik vagy ötödik találkozójuk. Na úgy nézett ki a dolog, hogy kaptam itthon egy scoutot, ez egy 1130 köbcentis kis bringa, a másik brandnél mondjuk a Sportsternek felelne meg, ezzel el is nőttük a poént, hogy melyik az a másik brand, de annál valahogy, tehát így nagyjából ugyanaz a méret, az a súly, az a forma, vagy az a szerepkör, viszont annál sportosabb, pörgősebb, kicsit a mérgesebb, elevenebb, aktívabb motornak tűnik, úgyhogy ezzel mentem egy 1500-1600 km, tehát az ott a projekt föl Prágába, ugye akkor ez oda kellett érni időben, ez egy autópályasút volt, másnap Prágából le Cseszky-Bugyajovice környékére, ez 160 km, ez már másodrendű utak voltak, és utána elvittek minket két napon keresztül a környéken motorozni. Ami miatt most erről beszélünk, az, hogy úgy volt, hogy a két napos motorozás után pedig beestünk a Indián találkozóra. Ez egy IRF, ez a neve IRF 24, ez a Indian Rider Fest volt, ez a neve, hogyha valamikor ma rákerestek, akkor ezt így lehet majd megtalálni.
Cseszke Bugyajovice előtt ezt megelőzte a Bugyajovice egy találkozót, ugye két túranap. Itt csak annyit, hogy mostani számban fogom megírni a délcse országi túra kalandokat, vagy ajánlót. Érdemes elmenni, elképesztő szép, ez a Cseszki Krumlov például világörökség része. A Vltava partján egy mély völgyben a Dombó hegyoldalba épült házak, tudjátok, azok a történelmi ilyen háztető rengeteg, amit ilyen marha jól nézni, mert ilyen romantikus hangulata van, le tudsz írni a Vltava partján, itt mennek el a hónod alatt a raftingosok, meg idefele ilyen kajakosok, meg nem tudom mi, de volt kávizgat, szóval piszok jó hangulata van. Tele van tavakkal, tehát minden kilométernél valami tóba botlik az ember, és az erdőkön átvezető ilyen másfél sávos, ilyen prima aszfaltú utakkal, olyanok, ezek az utak azok Magyarországon mind elhanyagolt, töredezett, kátyús és nem tudom mi, és erdészeti utak máshol, itt halállazán lehet rajtuk motorozni, nem csak nekünk nyitották ki, bárki használhatja. Úgyhogy Dél-Csehországra érdemes, mint tudom én, egy pár napot áldozni. Beérkeztünk ugye a motoros találkozóra, ez ami valami kiállítási terület lehetett. Az a lényeg, hogy gyakorlatilag úgy megy, mint az összes ilyen kicsit ilyen rock and roll szerű motoros találkozók, tehát a lényeg a zene, rock zene, a motorozás, együtt motorozás, bulizgatás, ugye ma gasztrónak illik hívni azt, hogy régen simán ettünk, ma gasztró élményekben van részünk, most nem élvezzük ezt a találkozót, hanem egyrészt kimozdulunk a komfortzónánkból, másodszorban pedig kihívásokat keresünk. Tehát ha így ezekkel a szavakkal aggatjuk fel, akkor egészen maivá válik ez a rendezvény, egész trendi programként elnyomható. Kis színpad, nagy színpad, kiállító sátra, costume show itt is van, ugye ez az amerikai brand is nagy, illetve az indián is, akárcsak a másik, nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a motorjaikat személyre szabják az emberek. Erre a magyar hatóságok ebben tökéletesen alkalmatlan partnerek, itt kicserélsz egy imbusz csavart, és a motorod nem megy át többet a vizsgán. Ez egy külön beszélgetés lesz, majd egy külön podcast a magyarországi vizsga, illetve az épített motorok helyzete. Ez máshol úgy néz ki az Indiánnál és Európa egy jelentős részén, hogy például a alumínium Delta Box vázas Scoutot úgy fejlesztették tovább 2024-re, hogy egyrészt nagyobb erőforrás kapott 1250-eset, másodszorban visszanyúltak egy történelmileg vagy műszakilag tán fejletlenebbnek számító, vagy legalábbis korábbi acélcső bölcsővázhoz, tehát abba ültették a Delta Box vázból az erőforrást, és az volt a gyár egyik szempontja, hogy ezzel megkönnyítsék a motorépítők dolgát, sokkal könnyebb a vázat alakítani, vágni, módosítani. Úgyhogy ilyen is van a világban. Na, nagyon röviden, nézzétek a képeket, hallgassatok hozzá egy kis zenét, és miután itt is érvényes az open road jelleg, egyébként az indián találkozón is voltak hárlisok, hondások és mindenféle más motorosok is, értelemszerűen zömmel azért indiánok voltak, de például egy dél-csehországi úttal a jövőri találkozót érdemes lehet összekötni, meg valahogy úgy kéne az egyik napot pucoljátok, hogy tudjatok sörözgetni, mert piszok jó a csesőr híre is, meg ez a régió különösen erről híres. Na, élvezétek akkor a videót, és esetleg jövőre mondjuk találkozunk ott bármilyen motorral kint Cseszke Bugyajovice környékén, majd nézzétek meg, hogy hol lesz, mert nekünk csak sejtették, hogy nem itt lesz már, az biztos, de valahol a közelben, egy másik helyszínen lesz majd a 2025-ös indián találkozó, ahol remélhetőleg találkozunk. Szevasztok!